és akkor az aláír. Bonyhád polgármestere és a Máltai Szeretetszolgálat helyi önkéntesei adták át a lisztadományokat az érkezőknek. A jótékonysági szervezet összesen 2 tonna ilyen élelmiszerrel segítheti a völgységi településen élő rászorulókat. Lakosság számhoz igazítva és az igazságosságra törekedve osztottuk szét a járás községeiben, településein 24 helyen már szétosztottuk a polgármesterek segítségével a lisztet, most pedig a sor végén van Bonyhád. A Máltaiak Bonyhádi csoportjának 12 tagja van, de a segítőikkel együtt közel 100-an jótékonykodnak folyamatosan egész évben élelmiszert és ruhát adományozva. Ezzel mintegy 1500 környéken élőt segítenek. Maga a gyűjtés az folyamatos, és így a kiadás is folyamatos. Mi, amikor nincs mondjuk járványügyi korlátozás, akkor heti egy alkalommal minden szerda délután 2-től 4-ig várjuk a rászorulókat. Folyamatosan jönnek a rászorulók, ez is öröm, illetve hát, hogy rászorulók, az nem, de az öröm számunkra, hogy bizalommal fordulnak hozzánk. Ezek a felvételek idén szeptember végén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által irányított Magyarok Kenyere program Tolna megyei adományozó ünnepségén készültek. A kezdeményezés lényege, hogy mezőgazdasági őstermelők gabonafelajánlásokkal segítenek jótékonysági szervezeteket. A Tolna megyei gazdák ezúttal nagyjából 10 tonna búzát adtak így össze, amiből 7,5 tonna lisztet őröltek. Azt pedig a Tolna megyében működő 3 máltai csoport kapta meg. Az idei évben, annak ellenére, hogy ilyen aszályos időjárás volt, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a Tolna megyei gazdálkodókra, mert több búza gyűlt össze, mint a tavalyi évben. Ez 10,3 tonna lett, a 4 gyűjtőponton ennyi gabonát adtak össze a gazdálkodók. A bonyhádi máltaiak idén még terveznek hasonló adakozást, mint a mostani volt. Legközelebb a karácsony előtti időszakban segítik, felajánlásként kapott liszttel a rászorulókat.